A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorban megmutatjuk, hogyan zajlott a gyermeknap városunkban, illetve az utolsó Manc utcai futballmérkőzés. Ezt követően ellátogatunk a Bonds ki magad és egy swing fesztiválra is. Tartsanak velünk! Igazi játéktérré változott Székesfehérvár belvárosa a május utolsó hétvégéjén. A 7-7 játékfesztivál idén is nagy népszerűségnek örvendett. Horgászat, láda, vasút, vásár is várta a gyerekeket és családjaikat a belvárosban. A vasárnapi gyermeknaphoz kapcsolódóan idén is megrendezték a 7-7 játékfesztivált. A kétnapos rendezvény már sokakat csábított ki a szabadba, szombaton délelőtt is. Zoltánné két unokájával látogatott el a fesztiválra, immár harmadik alkalommal. Sokféle programból tudunk választani, ugye az egyik unokám az 6 éves, a másik 10, tehát mind a kettőnek van magához való program, és hát a játékmúzeumban ott nagyon szeretnek lenni, ott szinte minden évben kétszer eljövünk, hát meg ezek a csereberék, meg nagyon színes a program, tényleg, és szerencsére jó az idő. Ez most nagyon jó, mert tavaly vagy tavaly előtt, mikor voltunk, akkor ilyen esőszeles idő volt, úgyhogy ez nem volt olyan jó. Volt, aki először vett részt a rendezvényen, Schwéder Zsuzsa és unokái szerettek volna eltölteni egy kötetlen, szórakozással teli napot, amelyen minden a családról szól. Hát nemrég érkeztünk, és az unokákkal jöttünk, azért, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, és egy ilyen, most ismerkedünk most még csak a játékokkal, és bízom benne, hogy mindegyikünk a gyerekek is, és mi is egy ilyen önfelett napot tudunk együtt tölteni itt Fehérváron. A megunt játékokat újabbakra lehetett cserélni, amelyek pedig a nap végén megmaradtak, az Igaz Gyöngy Alapítványnak ajánlották fel a szervezők. A 7-7 játékmúzeum emellett pedig egy különleges próbával is készült a gyerekeknek, izgalmas történetbe csöppenhettek bele. Mindig történik valami a babáinkkal, a múzeumban a gyűjtemény tárgyaival mindig történik valami minden évben. Idén az történt, hogy a babák kihallgattak egy beszélgetést, egy telefonbeszélgetést, ami arról szólt, hogy a múzeológus a Kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeumban el fog menni. Ettől a babák nagyon megijedtek. Egy káosz tört ki a múzeumban, a kiállításban, és egyrészt meg kell őket vigasztalni, maradásra kell őket bírni, hiszen van, aki már azon gondolkozik, hogy ő is elmegy innen. Ebben kell a gyerekek segítsége, de a végén ki fog derülni, hogy mi van ennek az elutazásnak a hátterében igazán. El lehet kezdeni a játékot bármelyik állomáson kint az utcán, és miután az utcai állomásokat teljesítették a gyerekek, utána várjuk őket be a múzeumba, ott is lesznek állomások, és aztán majd az udvaron a végjátékban fog kiderülni, hogy mi is az a jó hír. A játékfesztivál célja idén sem volt más, mint hogy értékeket közvetítsenek, valamint érzelmileg és szellemileg gazdagítsák a gyerkőcöket és a felnőtteket egyaránt. A belváros kulcsait pedig ezekben a napokban a gyermekek kezébe adta a város. Nagyon míves, szép rendezvény, valóban átadjuk a belváros kulcsait jelképesen, és aztán gyakorlati értelemben is a gyermekeknek, így gyermeknaphoz közeledve. Most már régi, szép, több mint egy évtizedes hagyomány ez. Örülök, hogy úgy néz ki, az időjárás is abszolút kedvező, és már reggel óta sok gyermek jön, de hát a következő órákban tényleg el fogják lepni itt Székesfehérvár főterét és belvárosát. Nagyon jó kis rendezvényelemek vannak, programok vannak, kézműves dolgok vannak. Jó! Május utolsó hétvégéjén tehát igazi játéktérré vált Székesfehérvár belvárosa. Az alkotó programok mellett különféle zenei koncertek is bőven akadtak a fesztivál repertoáriában.
elbúcsúzott a Manc utcai betonpályától a hagyományos futballtalálkozó közössége. A területen rövidesen egy parkoló és a gyermekeknek szánt kresszpálya is épül. A jelenlegi helyszínen utolsó alkalommal rendezték meg a Manc focita lakótele beton rengetege között megbúvó kispályás futballtalálkozót. Tíber László az egykori kiváló labdarúgó 2009-ben hívta életre egykori és mai futballisták részvételével azt a közösségi eseményt, ami sem akkor, sem ma nem tucat történet, sokkal inkább egy szívet melengető, gondoskodó szeretettel megszervezett összejövetel, ahol természetesen fontos a csel, a gól, de legfontosabb a barátság. Idén azonban a közösségnek el kell búcsúznia a tértől, mert a futballpálya helyén egy parkoló, illetve egy gyermekeknek szánt kresszpálya épül. A jó hangulatú találkozót megtisztelte jelenlétével Cserpalkovics András polgármester, Östör Anna Mária egészségügyi és sporttanácsnok, és Kovács Zsoltné a városrész önkormányzati képviselője is. Mindenkinek azért ez egy fájó pont, ugye én is itt nevelkedtem, és sokszor én is itt játszottam ezen a focipályán, de sajnos be kellett látnunk, hogy tényleg elveszítette azt a varázsát, ami gyerekkorunkban volt ez a grundfocinak. Úgyhogy most már lépnünk kellett, a lakosok felől is volt nyomás rajtunk, hogy szeretnének változtatni, úgyhogy én, mint képviselő, úgy gondoltam, hogy megkeresem a lakókat, kikérem a véleményüket, és nagy arányban úgy döntöttek, hogy szüntessük meg a pályát, és több beruházás legyen rajta. Tíber László köszöntőjében sajnálatának adott hangot, hogy másfél évtized után véget ér történetük, de bizakodva tekint a jövőbe, hiszen a közösség együtt marad, és egy másik helyszínen, várhatóan a Rákóczi iskola pályáján folytathatják találkozóikat. Nem nagyon akarok érzelemdús lenni, de keveset aludtam éjszaka emiatt, mert ez a 16 év olyan mély nyomokat hagyott bennem, remélem másokban is, amit nehezen tudunk feldolgozni, és most még talán ennek a hiányát ma még nem is érezzük, hanem majd esetleg jövőre vagy két év múlva, hogy nem lesz, talán lesz hova mennünk, de az már nem lesz az igazi, mert az már nem Manc foci lesz. De remélem, hogy ez a társaság nem fog szétszakadni, mert a kohézió az nagyon erős volt, ezt bebizonyították 16 év alatt, hogy szabadságra nem mentek el a családdal, vagy később mentek el, mert Manc foci van, tehát olyan volt a balansz, az egyensúly a csapaton belül, hogy úgy gondolom, hogy mint ahogy én a szívügyemnek tekintettem, ők is mindnyájan így érzik. Tíber Krisztián, Tíber László fia, aki az NB1 gólkirályaként is letette névjegyét, nagyon sokat tett azért, hogy a Manc foci értékes, felszabadult futballünnep lehessen. Nehéz erről most beszélni, mert ugye ez a 16. 2009-ben indult az én kezdeményezésemre az első, és ez most már 16. évét éli meg, és ez sajnos a búcsú Manc foci lesz, mert ugye ismeretes, hogy parkolót fognak csinálni a legendás bitumenes pályából, ami nagy szomorúságunkra. Próbáltuk összetoborozni, ugye júniusban szoktuk ezt a rendezvényt megtartani, de mivel a Mátai Balázs szólt, hogy meg kell csinálnunk most, hogyha össze tudjuk hozni, hozzuk össze. Hát fájdalmas nyilván, mert lezárul egy korszak, úgyhogy én ma már délelőtt ezen végigmentem az emlékeken, úgyhogy meg is könnyeztem ezeket az éveket, nyilván a gyerekkorunkat is egyszer, meg azt, hogy ritka ez a társaság, aki 16 éven keresztül össze tud úgy jönni. Nyilván vagyunk 20-30-40-en, mindenki nem tud eljönni, valaki már nem tud mozogni, de helyettük itt vannak a gyerekeik, illetve most már látok ma olyan arcokat, akik igazából nagyon nem voltak itt idáig, de hát ugye úgy hirdettük meg, hogy aki él és mozog és tud jönni, az mozogjon, mindegy, hogy volt itt az elmúlt 15 alkalommal, vagy csak most jön erre az utolsóra. A szép számú közösség ismét megerősítette, a barátság összeköt, a találkozás misztériuma és a nagy futballcsalád az, ami olyan, mint egy örök hűséges kő. A mérkőzés eredménye ezúttal sem számított, a lényeg idén is az volt, hogy újra együtt léphettek pályára a fiúk, és a végén kimondhatták, jövőre veletek a Rákóczi suliban. Egészséghéttel egybekötött nyílt napot, és a Bonts ki magad fesztivál utolsó fordulóját is tartották Polgárdiban. Az eseményen több mint 200 ellátott mutatta meg művészi tehetségét. Sékapó, magas háza, éles udvaron, nyíratok meg lábam előtt, arra indulok. Erdő
Republic dallal kezdték, majd egy másikkal folytatták a megnyitó műsort az Aranyalma Integrált Szociális Intézményen látottjai. Egészséghéttel egybe kötött nyílt napot tartottak csütörtökön a Polgárdi Kristály Szociális Szolgáltató Központban, annak érdekében, hogy az ellátottak napjai minél színesebben, élménydúsabban teljenek. Az idei év tematikája a lelki béke volt. 10 telephely, több mint 200 gondozottja vett részt a programon Polgárdiban. 2016 óta már hagyományőrzően rendezzük meg az egészségnapot. Egyébként is minden telephelyünkön van egy ilyen nyílt nap, ahol a többi telephelynek a lakói találkozhatnak egymással. Igazából az a célja, hogy jól érezzék magukat, és a barátságok tovább szövődjenek, ami már ugye kialakult. Mindeközben a nyílt nap keretében tartották Polgárdiban a Bonst ki magad fesztivált is, hiszen a tavalyi programon a Polgárdi otthon lakói nyerték a fesztivál vándordíját, ezzel együtt pedig a fesztivál szervezésének jogát is. A Bonst ki magad fesztivál idén már 9. alkalommal biztosított lehetőséget az otthonok lakóinak, hogy megcsillanthassák tehetségüket a színpadon egymás és egy szakértő zsűri előtt is, egy-egy produkció erejéig. Ezek a programok napi szintű programok. A mentálhigiénes kolléganők tánccsoportot vezetnek, énekkart vezetnek, egy-egy telephelyen zenekarok működnek. Tehát az felkészülés az egész évben folyik, viszont vannak az év folyamán kiemelt programok, például egy-egy ilyen fesztivál, vagy a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesületnek van egy összművészeti fesztiválja minden nyáron, és általában a produkciók arra készülnek, és arra zajlik a felkészülés. A csütörtöki Polgárdiban tartott egésznapos rendezvényen a társadalmi elfogadás és a lelki egészség fontosságára is felszerették volna hívni a figyelmet az otthonok munkatársai. Jó hangulat, zene és swing minden mennyiségben. Háromnapos fesztiválra várta a jazzzene kedvelőit a Cameround Swing Family. Az Egyesület második nagyszabású rendezvénye idén is sokakat csábított táncparkettre, külföldről is érkeztek résztvevők. Jó hangulatú swingesteknek lehettek részesei azok, akik ellátogattak a Come Around Swing Family Fesztiváljára. Az egyesület már több éve működik Székesfehérváron, és mára már egy igazi kis családdá fejlődtek a tagjai. Szarvas Zsuzsanna elárulta, habár a swingen belül többféle tánc is van, a legelterjedtebb a lindy hop, de a csapat igazi szerelme a balboa, ami egy kaliforniai eredetű tánc. A balboa ez egy olyan társas tánc, egy olyan partner tánc, amivel a táncpárral való kapcsolódás, a kommunikáció táncon keresztül az nagyon jól meg tud valósulni, és ezért egy nagyon nagy flow élmény, öröm táncolni, és ezt az örömet ezt szerettük volna megmutatni mindenkinek. Maga a tanulási folyamat az talán egy kicsit lassabb, mint bizonyos másik táncoknak, de hogyha az alapok kitisztázódnak, akkor onnantól kezdően egy alapszinttől már nagyon gyorsan lehet élvezettel táncolni, tehát onnantól kezdve lehet benne fejlődni rengeteget, talán az élet végéig, de nagyjából egy fél év alatt, egy év alatt el lehet oda jutni, egy fesztiválon élvezhetően tényleg örömtáncát tud válni. Az egyesület tagja azt is elmondta, ő maga hova szeretne még fejlődni, milyen céljai vannak a jövőre nézve a tánc területén. Manapság nagyon ránk fér az, hogy közösen jól érezzük magunkat, hogy olyan pozitív energiák tudjanak megjelenni egy közösségben, ami segít tovább lendülni a kialakult nehézségeken, a különböző viszontagságokon, akár így ugye az elmúlt éveknek így a pandémiás időszakát vesszük. És hogyha bárki idejön és megnézi, akkor olyan
mennyiségű mosolygó arcot és örömöt lát, amit szerintem nagyon kevés helyen lehet ilyen töménységben látni egyszer, és szerintem az egész országunkra ráfér ez a fajta öröm. Úgyhogy ennek a minél szélesebb körben való elterjesztése az nagy öröm lenne nekem. A háromnapos fesztiválra külföldről is érkeztek résztvevők. Közel 110 optákra táncolt a Szent István Művelődési Házban. A teljesen kezdőket is szívesen látták a szervezők, hiszen ők profi táncosoktól tanulhattak. Itt vannak a magyar balbó életnek a kemény magja. Magyarországon, Budapesten és Székesfehérváron táncolják ezt a táncot. Mondhatjuk, hogy körülbelül hasonló létszámmal, úgyhogy ahhoz képest, hogy Budapest képes Fehérvár mekkora, nagyon jól állunk ebben, tehát egy bástyája vagyunk itt ennek a dolgnak, és az is a célunk, hogy ezt erősítsük, ezt a táncot, ismertessük az emberekkel, próbálják ki, hiszen tényleg olyan élményt ad, hogy érdemesebb energiát fektetni. Egy swing fesztivál, ahogyan Széles Szilárd fogalmazott, nem másról szól, mint a több napon át tartó bulizásról és jó hangulatról, amely három napig biztosan garantált. Egy babba fesztivál az elsősorban partikból áll, másodszorban, vagy nem, lehet, hogy nem kell rangsolni, de órákból. Nagyon, nagyon jó nevű, híres és kiváló instruktorokat hívtunk. Az idén Franciaországból jött Natasha és Olivier, és Németországból Anna Marie Andráf, és ők világszintű tánctanárok és performerek, és hát ők tartanak órákat, balba órák vannak és slowball órák. A balbának van egy olyan változata is, amit nagyon lassú zenére táncolunk, és ez is nagyon, nagyon érdekes tánc, és nagyon szeretjük. A Camp Around Swing Family elnöke a tánc nehézségeit is ismertette. Nehéz abba hagyni. A második az, hogy minél többet akar ember belőle, mert egy idő után olyan, pont a pozitív energiák miatt annyira rabjaivá válunk, hogy állandóan táncolnánk. Sokat járunk fesztiválra, és hát ide is hozzánk azért jöttek az emberek, mert nagyon szeretik, és örülnek, hogy van itt Magyarországon egy fesztivál. A nehézségből, hát nézze, ritmus érzék kell hozzá, mint minden táncoz, de ez is fejleszthető. Nem kell hozzá semmiféle különösebb képesség, egy teljesen átlag ember ezt nagyon jól meg tudja tanulni. Persze kell hozzá az a fajta szenvedély, hogy szeresse a jazzzenét, szeresse ezt az életérzést, ezt a stílust, és akkor nagyon, nagyon könnyen lehet haladni előre. Az Egyesület egyébként két éve működik városunkban, amely tanóráira minden jazz kedvelőt szeretettel várnak. Szabó Andrea egyesületi tag elárulta, a jövőre vonatkozóan is megvannak a tervek. Fehérváron mindenképpen nagy az érdeklődés erre, tehát tervben van további kezdőcsoportoknak az indítása. Most jelenleg két csoport fut Fehérváron, egy haladó csoport és egy másfél éve indult, úgymond kezdő középhaladó csoport. Terv szerint szeptemberben újraindítunk, de nem csak Balboában, hanem Lindy Hopban is szeretnénk további kezdőcsoportot indítani. Az esti jó hangulatáról a Szalóki Klasszik Jazz zenekar gondoskodott. Ez volt mára az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.